Rákosmente képviselő testülete dönt az óvodák nyári ügyeleti rendszeréről, amelyet az intézmények február 15-éig hoznak nyilvánosságra a szülők számára. A szünidőben váltva tartanak nyitva az óvodák egy előre egyeztetett beosztás alapján. Az óvodapedagógusok ez idő alatt is színes és változatos programokkal készülnek a gyermekek számára. Televíziónk a rákosmenti Hófehérke óvoda nyári életébe nyert betekintést. Önfeledten játszanak a gyerekek a Hófehérke óvoda udvarán a nyári melegben. Az intézmény egyike azoknak, amely ebben az időszakban ügyeleti rendszerben nyitva tart. A vezetőség a nevelés év végeztével minden alkalommal tudatosan és pontosan kidolgozza a nyári terveket, amelyek összeállításakor három fő szempontot vesznek figyelembe. Az egyik az egészségvédelem, egészségnevelés, a mozgásfejlesztés és a tapasztalat útján szerzett ismeretek elsajátítása. Nagyon fontosnak tartom, hogy a képviselőtestület által jóvá hagyott kerületi ingyenes úszások programon a gyermekeink részt vehettek. Számos gyerek jutott el így olyan úszásoktatásra, amit egyébként nem tudott volna finanszírozni a szülő. Az óvoda a nyári ügyelet alatt is teljes kapacitással üzemel, reggeltől este 6 óráig várják a gyerekeket, ezt azonban elsősorban a szülők igényeihez igazítják. Az óvónők igyekeznek sok-sok színes külső programot szervezni, amelyeknél elsődleges szempont az egészségtudatos és környezetbarát szemlélet kialakítása. Az intézmény még 2 hétig tart nyitva. Július 24-én fog zárni az óvoda, mi a második turnusban zárunk. Az óvoda a lakótelepi óvodából és a környező óvodákból fogadja ilyenkor a gyerekeket. Az óvodák jelzik a szülői igényeket, és ennek megfelelően fogadjuk a gyerekeket. Szívesen hozzák őket a számos program és a mozgásfejlesztési lehetőségek miatt. Nagyon sok kézműves tevékenységet, vizuális játékot szervezünk a gyerekek számára. A nyári ügyeleti beosztásról a képviselőtestület hoz döntést, amelyet az óvodáknak február 15-éig kell kihirdetni a szülők számára. Az intézményvezetők közötti megbeszélések alapján az egymáshoz közeleső óvodák igyekeznek átvenni gyerekeket egymástól, akiknek a beilleszkedésére odafigyelnek az óvodapedagógusok. Más óvodából fogadott gyerekek számára ugyanúgy az óvodai jelüket meghagyjuk. Az óvónők külön fogadnak és befogadási terv alapján segítenek az ő beilleszkedésükben. Szerencsére az óvodába járó gyerekek nagyon nyitottak és segítőkészek, és a szociális készségeket fejlesztve segítik ezeknek a gyereknek a befogadását. Azt gondolom, hogy a sok játéktevékenység és a kedves légkör, vidámság miatt nagyon szívesen jönnek hozzánk, így a beilleszkedés nem szokott problémát okozni. Arról, hogy melyik óvoda mikor tart ügyeletet, Rákosmente önkormányzatának és az intézmények honlapján, illetve az óvodák fali újságain találhatnak bővebb információt az érdeklődők.